Az elmúlt években megálmodott stadion felújításra 1 milliárd forintot költenek. A kiírt pályázatok többnyire 70%-os támogatottságúak, a fennmaradó 30%-ot a város finanszírozza. Az idei évre tervezett fejlesztések már gőzerővel zajlanak. Most épül a a stadion épület udvarában egy öt helyiségből álló öltöző, ami jelen pillanatban az alapozás és a alapozás készen van, és a falazás egy 30 ban készült el. Ez, ez a beruházás bruttó 79 millió forintba kerül. A következő beruházás a hátra mögött lévő kisműves pályának a felújítása. Itt bevontuk a mellette lévő ö, aszfaltos pályát is, és kibővítjük ezt a műfős pályát. Ennek a beruházásnak az összege bruttó 49 millió forintba kerül. A két beruházásnak június 30-áig kell elkészülniük. Ebben az évben várható még, hogy a nagy műfüves pálya burkolatának cseréje is megtörténik. Ez 81 millió forintba fog kerülni, és ennek szintén június 30-áig kell elkészülnie. De ebben nem is vége az idei évnek a ö, stadion felújításnak, Ugye korábban is szó volt már arról, hogy szeretnék egy rekordtán pályát a central pályá a stadionba. Hál' Istennek az Atlétikai Szövetsége múlt év végén folytatott tárgyalás és azóta is folyamatos konzultációnak. Van rá esélyünk, van rá reményünk arra, hogy Hódmezővásárhely stadionban egy atlétikai központot fogunk kialakítani. Ennek, a, ennek is van hatályideje, de úgy látszik, hogy ez a hatálya, amit kitűztünk, nem biztos, hogy tartató lehet, még szeptember 1-e iskola kezdésre szeretnénk megvalósítani. Az atlétikai sportcentrumhoz minden, az ehhez a sporthoz szükséges eszközt is megkap a város. De plusz öltözőket és az eszközöknek egy raktárt is ki fognak alakítani a stadionban. Jelenleg az engedélyezések zajlanak, ám az Atlétikai Szövetség rendelkezésre bocsátotta már az ezekhez szükséges anyagi forrásokat is. Az Atlétikai Sportcentrum létrehozása körülbelül 350 millió forintba fog kerülni.